Fusz János Zeneiskola 20 növendéke iratkozott be az egyhetes bentlakásos zenetáborba. A zeneiskola tanárai gondoltak egy merészet, és megadták a lehetőséget a kis muzsikusoknak arra, hogy mélyebben is megismerkedjenek hangszerük, vagy éppen más hangszerek adta lehetőségekkel, kiszélesítve ezzel ismeretüket a zenéről. Itt egy héten át minden, vagy majdnem minden a ritmustól, a dallamról, az együttlétről és a közös megvalósításról szól. A legfontosabb része szerintem a közösség építése, de természetesen szó van abban arról is, hogy a tehetséges gyerekek ilyenkor még egy picit más irányból is megtámogatjuk, hogy ne csak azzal a hangszerrel foglalkozon, amivel szokott, hanem más környezetből, más irányból is egy picit segítsük a fejlődést. A tehetséges gyereknek nagyon fontos, hogy ne csak egy oldalon legyen fölépítve a tehetsége, hanem más kreatív támogatással is picit épüljön. Kipróbálhatja a zongorát, kipróbálhatja a másik hangszert, gitárt, fúvósokat, tehát amit ő szeretne még a sajátja mellett természetesen, de a legfontosabb ebben a táborban igazából az, hogy egymás támogatására kell, hogy számítsanak, és bentlakásos a tábor. Tehát gyakorlatilag hétfőtől péntekig össze vagyunk zárva a gyerekekkel, és mindenkinek megvan a saját maga feladata. Van szobarend, van mosogatás, van pakolás, jóságkártyákat lehet gyűjteni, pontozzuk azt, hogy ki segítőkész, ki vigyáz a másik holmiára. Nagyon fontos, hogy mit hoztak otthonról, és hogy ez a közösségben ezt hogyan tudja ő felhasználni és beilleszteni. És egy picit finomítunk a finom hangoláson egymással. Gyakorlatilag azt kell megtanulni, hogy későbbiek során hogyan tudunk beilleszkedni egy olyan csapatba, ahol mi is csak egy cseppek vagyunk. Nagyon sok múlik rajtunk, de nem minden. És itt meg kell tanulni azt, hogy én is csak egy csepp vagyok, és az egész hogyan működik együtt. Mint egy igazi zenekarban, de hát nem is nagyon titkolja itt senki, hogy igazából erre megy ki a játék. Meg az utánpótlás keresésre. Történetesen Tari Gergelyt, az ifjúsági fúvózenekar vezetőit is ez a cél motiválja ebben az egy hétben. Nekem az az egyik feladatom, hogy az utánpótlásokat keressem az ifjúsági fúvózenekarban, és hát úgy tűnik, hogy szép számmal lesznek majd itt olyan gyerekek, akikkel később a fúvózenekarban is tudok majd együtt dolgozni. Egy ilyen együttesnek mindig nagy motiváló ereje van. Ilyen kis gyerekeknél, meg hát mi is próbáljuk sokszor úgy összeválogatni a műsort, hogy célozva ezt a korosztályt is, hogy olyan dalokat játszunk, műveket, amikben ők is megtalálják a saját kis örömüket. Az angyalok még akadozva mennek a mennybe, de néhány év múlva ez simán megszólal majd egy nagy színpadon is. Gergőjék egyébként teljes gőzzel készülnek a Brass Vegas-ra, a tavaly elindult és nagy sikert hozott fúvózenekari találkozó megismétlésére is. Idén már két naposra tervezzük ezt a programot. Pénteken lesz egy karneváli felvonulás, legalábbis ez a terv, hogy a résztvevő zenekarokkal, illetve egy mazsorettes csoport érkezik hozzánk, velük Tolna városában fel fogunk vonulni, és akkor különböző helyszíneken is meg fogunk jelenni. Illetve szombaton a most már hagyományosnak mondható hangversenyekkel készülünk majd. De ez még messze van, egyelőre a tehetségkutatás a feladat. Hát volt én is jövök, akik nagyon szerettek volna, és volt olyan, akinek szóltunk, hogy jó lenne, ha tudnál jönni, mert hogy ez egy olyan alkalom arra, hogy te még itt még ügyesebb legyél, hogy
talán érdemes lenne kipróbálnod magad. Érdekes, nagyon sok gyerek, ugye 7-től 11 éves korosztályig szólítottuk meg első körben ezeket a gyerekeket, az utánpótlásra gondolva, hogy nagyon sokan most vannak először egyedül, távol a családtól, és azért itt érdekes helyzeteket hoz el ez az egyedüllét. Van kórusfoglalkozás, közös éneklés, mondókázás, zenére lépegetés, zenére együttműködés, ilyen adok-veszek, dallam, válaszolás. Ilyen nagyon kis kreatív dolgokat talált ki a táborvezető Kovács Dóri, és nagyon sok esetben azt mondták, hogy de jó, nem is tudtam, hogy ez a gyerek itt mellettem ilyen jól tud énekelni, vagy nem is tudtam, hogy ő neki erre is van egy kis képessége, hogy ilyen jó kis ritmus mondókákat tud kitalálni. Tehát nagyon jó pofa dolgok jönnek ki belőle, sok olyan személyiségvonás kiemelkedik, amit eddig rejtve láttam.